elsőként tartanak koncertet az országban, Pécset. A Zsolnai negyedben idén is megrendezik a Pirogránit esték elnevezésű eseménysorozatot, mely főként zenei programokat kínál a résztvevők számára. Ha most körülnézünk itt az udvaron, akkor láthatjuk, hogy még a rendezvény előkészületek nyomai nem látszanak, de jövő héten már kezdünk építeni. A kémény mellé fogjuk a tavalyihoz hasonlóan építeni a színpadot. 20-án, 21-én, 22-én, 23-án és 27-én lesznek programjaink. Itt a Pirogránit udvaron, illetve a 20-ai az bent az E78 koncertteremben, mert az egy Metronom Jazz Klubos koncert. Ezzel szeretnénk kedveskedni a kb. Fél éve otthon levő és kimozdulni nem tudó közönségünknek. Azt gondoltuk, hogy a Pirogránit udvar csodálatos műemléki területe nagyon jó hangulatos helyszíne lehet a Pirogránit esték sorozatunknak. A zenés programok mellett a szervezők fényfestéssel is készülnek, amelyekkel az udvar épületeit világítják majd meg. Tavaly nagyon nagy sikere volt a fényfestésnek, idén is folytatjuk a fényfestést, tehát nem csak egy kellemes programot élvezhet a közönség, hanem a fénybe borult Pirogránit udvart, és igaz, hogy legalábbis ennél a pár koncertnél, amivel kezdünk, ennél még csak a koncert vége felé lesz igazán élvezhető a fényfestés, mert hogy normál módon 7:30-kor kezdődnek a koncertek, és akkor még nincsen teljesen sötét, de mire hazamegy, vagy mire a közepére érünk a koncertnek, vagy rendezvénynek, addigra már nagyon szép élménye lesz a nézőknek. És a színházi, zenész színházi produkcióktól kezdve a rock koncertig, a jazz koncerten keresztül a népzenei produkciókig minden megtalálható lesz a Pirogránit esték sorozatban. Mivel a Pirogránit esték szabadtéri rendezvények, így az erre hatályos járványügyi intézkedéseket figyelembe véve lehet őket megtartani. A programokon érvényes védettségi igazolvánnyal lehet majd részt venni, ebből adódóan a maszk használata nem lesz kötelező. Bizonyára minden kultúra iránt érdeklődő már tudja, hogy csak oltási igazolvánnyal tudunk beengedni, és csak olyan rendezvényeket lehet megtartani, ami jegyes belépős rendezvény, ezért a piknikünk például el is marad, a zsolnai piknikünk, mert hogy jelenleg a szabályok nem teszik lehetővé, hogy ilyen rendezvényt, szabadtéri rendezvényt csináljunk. Tehát mindenkinek szükséges elhozni az oltási igazolványt, és szükséges egy személyi azonosító igazolványt mellé bemutatni. Sajnos ez a szabály. Kacsányi Éva elmondta, az igazolványok ellenőrzése miatt a beléptetés várhatóan lassabb lesz a megszokottnál, ezért kérik az érdeklődők türelmét. A Zsolnai negyed beltéri programjaira is külön védekezési szabályok lesznek érvényben, ezekre különös figyelmet fordítanak a szervezők. A benti programnál azt tervezzük, hogy ennek ellenére az egész terembe szétrakjuk a székeket, szóval, hogy próbálunk kicsit nagyobb helyen elférni. A kint az udvaron is viszonylag nagyobb távolságot fogunk tartani. Azt nem mondom, hogy másfél métert, mert így most, hogy mindenki oltással rendelkezik, itt talán nem szükséges annyira, de itt is próbálunk távolságot tartani, és még annyi érdekes, hogy amennyiben az idő úgy gondolja, hogy nem tarthatjuk meg a Pirogránit udvaron a rendezvényt, akkor természetesen az E78 koncertteremben lesz megrendezve. A szervezők egész nyárra készülnek hasonló estékkel. A programsorozat első rendezvénye május 20-án kerül megrendezésre.
felhők között látni még a kék eget. Az ajtó résbe gyűlik a harcos nagy tömeg, én meg egy felhőről kiáltok. Ne legyetek már ilyen rosszak, ne legyetek már ilyen rosszak, mert elviszik mind az angyalok, amit most ide hoztak.